A hírtelevízió Televízió Troll című műsorában egyszer azt találtam mondani, hogy ha a kormány egyszer összekapja magát a szociális dolgozók bérfelzárkóztatása ügyében, és mindent nagyjából Ungár Péter kívánalmai szerint teljesít, akkor az lesz az a nap, amikor Ungár Péter Fideszessé válik. Mit szólsz ehhez? Nem lesz így, de kétségtelenül nagyon örülnék. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen már megmagyarázhatatlan, ami a szociális szektorban a bér szinten folyik. Tehát, hogy azért én értem, hogy ez gazdasági kérdés is, hiszen pénzbe kerül a szociális szektor bér felzárkóztatása, de most már olyan állapotban vagyunk, hogy ha ez nem történik meg, akkor az egész szociális szektorral probléma lesz, és az meg egy gazdasági problémát fog jelenteni, hiszen nem lesznek ellátva azok az emberek, akik miatt mások tudnak a munkaerőpiacon részt venni. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden szempontból egy olyan dolog, amit nagyon hamar meg kell oldani. Nem tudom, hogy mennyire tudod, hogy milyen bérek vannak ott, de garantált bérminimum. Tehát mondjuk 250 nettó fölött a szociális szektorban alig keresnek páran. Talán, talán az intézményvezetők, de azon kívül senki. Sőt, talán szerintem ilyen áru feltöltői bérek is már szinte versenyképesebbnek számítanak. Másfélszeres másfélszeres, úgy, hogy akár ha azzal összehasonlítjuk, aki mondjuk diplomával a szociális szektorban dolgozik, és a másik probléma, hogy a szociális szektor hoz képest még az egészségügyi, ami azért az egészségügyi szakdolgozó se keres nagyon sokat, de hát már ott is van egy bérfeszültség, hogy tulajdonképpen ugyanabban a munkakörben, tulajdonképpen ugyanazt csinálják már, és mégis mennek egészségügyi intézménybe dolgozni ugyanazok az emberek, mert 70-80 ezer forinttal többet keresnek. Ungár Péter a Bezzeg vendége, én Lentulai Krisztián vagyok, és csak félig volt ez a, ez a kezdőmondat poénnak számva. Egyrészt egy, tényleg elhangzott a Hír a számból, másrészt azt gondolom, hogy olyan régóta ütöd ezt a vasat, hogy csak a hülye nem látja, hogy ez a szívügyed lett. Viszont azt gondolom, hogy te vagy az a politikus, amely politikus főleg leginkább az új parlament megalakulása óta, a legkomolyabb szembenézést követte el, és a legönkritikusabb volt. Éppen ezért, hát most lehet, hogy pont rossz helyen hallod ezt, kivívtad a Karcefem hallgatóinak és a Hír TV nézőinek azt a szimpátiáját, ami egy relatív szimpátia, a legkevésbé elutasítottabb politikus, közéleti személyiség, vagy ilyen szempontból. Ezért is hívtalak meg ebbe az adásba, hogy beszéljünk erről a kettőségről, ezt te érzed-e a bőrödön, ezt a fajta az ungárt azért még meghallgatjuk, mert mond értelmeseket. Én azt gondolom, hogy két dolog. Először is az, hogy önmagába bejöttem ide, meg hogy ilyen pozitívan állsz hozzám, ez most az ellenzéki táboron belül annál a 150 ezer embernél, aki a legradikálisabb ellenzéki, ezt értelemszerűen újra rá fognak jönni, hogy mit már ilyen az édesanyám, és egy kollaboráns szörnyű ember vagyok, de én szerintem, ez nem igazán érdekel, ezt csak azért mondom, hogy az elején elmondjam, hogy tudom, és akkor ők nekik, hogy mondjam, nekik annyit tudok mondani, hogy ezeknek az embereknek annyit tudok üzenni, hogy valójában igazából nem rám mérgesek, és ez bánt ebbe a legjobban, hanem azokra mérgesek, csak rám vetítik ki, akik nekik hamis reményeket árultak, akik mindig elmondták nekik, hogy hogy lehet legyőzni a Fidesz, és negyedik alkalommal vezették őket egy vereségbe, és nagyon rossz, ha az ember egy olyan csapatnak szurkol, ami folyton veszít, ezért megértem a frusztrációkat, csak szerintem rossz irányba vetítik ide a Hír TV, vagy a Karcefem a hallgatói nézőinek, akik alapvetően kormánypárti, meg azt tudom mondani, hogy azért szerintem ők is olyan országban akarnak élni, ahol nincs ez a fajta megosztottság, meg szellemi polgárháború, ahol tényleg egy sörözésben lehet azt mondani, hogy más a megítélésünk, mondjuk Orbán Viktor politikai teljesítményét tekintve, nem is a teljesítményét tekintve, hanem mondjuk Orbán Viktor politikáját tekintve, de ettől még egyetértünk X dologba, és nem értünk egyet Y dologba. És szerintem valójában mindenki egy ilyen országban akar élni, és ez nekem személyes motiváció, meg célom is, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy ilyen országban éljünk, ahol el lehet mondani, hogy XY dologba ezt gondolom, azt gondolom, azt gondolom, és ez nem okoz olyan dolgot, hogy azt mondod, hogy a másik hazáruló, kommunista, a náci, mikor mit talál ki az ember. Igen. A hazáruló, hazáruló kommunista a náci, ezek valószínű a, köznyelvi beszéd leegyszerűsítése. Sokkal könnyebb címkézni, akármelyik oldal is címkéz, mint hogy a, dolgok mélyére nézzünk, ez való igaz. Ha már a sörözést egyébként említetted, most akkor te lenyúltad Gyurcsány politikai innovációját, ő kezdett el egyetemistákkal sörözni. Lehet, hogy, hogy elnök a a úr politikai innovációját. Öm, ma is lesz egy ilyen esemény, ahol egy kocsmában, ugye fogunk beszélgetni, és én amúgy őt egy szintén egy önkritikus és önreflexív elemnek tartom az ellenzéken belül, és hát voltam több helyen, Szombathelyen, Veszprémben, Miskolc, Debrecen, tehát azért sok helyen voltam ilyen jellegű eseményeken, és nagyon sok, nagyon érdekes dolgot hallottam amúgy. Szerintem a politikának az is a lényeg, hogy meghallgassuk azt, amit a választópolgárok mondanak, és tényleg tényleg jó, tehát, hogy jó beszélgetések voltak, és meg lehetett emberek, meg tudták egymást győzni Szegeden is. Például volt egy nagyon jó esemény. Úgyhogy szerintem, szerintem ez egy fontos része a politikának. A Bezek című műsor egy hibrid műsor, mert van benne aktuál politika, de ölt egy bizonyos portré jelleget is, és egy kicsit próbáljuk bemutatni azt az embert, aki itt van. Azon gondolkoztam, amikor korábbi nyilatkozatokat vagy cikkeket kezdtem az elmúlt napokban rólad olvasni, hogy hogy nekem jobboldali embernek egy kifejezetten elfogadható, tisztelhető, akár politikai riválisként tisztelhető ellenzéki platform lehetne az az LMP, amiben ott van Ungár Péter, és ott van Siffer András. Neked milyen ma a, kapcsolatod kapcsolatot Siffer Andrással? Szerintem két naponta beszélünk politikáról, tehát nagyon aktívan beszélgetünk. Én az András tehát például az András csinált politikus, tehát ez mindig egy lojalitási viszony lesz iránta. ha sok... vissza? Nem, és nem is akar, és, és, szerintem, tehát az Andrással amúgy én sok, nagyon sok mindenben értek egyet, sok mindenben nem értek egyet. Az András ö... meg én, én amióta frontpolitikus, előtte nem igazán értettem, a amióta frontpolitikus lettem, megértem, hogy miért vonult vissza, és nem is gondolom, hogy ő vissza akar térni valójában. Azokat a motivációkat is érted, ami miatt visszavonult, és onnantól kezdve meg emberi tényező dönti el, hogy kinek van ehhez orra, kedve? Hát azért ő például, és ebből a szempontból az ő tevékenysége számomra is ö, intő, hogy neki is nagyon sok munkája volt abban, hogy próbálja a két oldal közötti hihetetlen szakadékot ilyen hídként befogni, és és azért ez mind a két oldalról felőrli az embert, és ez nála, nála különlegesen így volt. Úgyhogy szerintem az Andrásnak, tehát ha mondjuk 100-120 év múlva szerintem a visszatekintünk a rendszerváltoztatás utáni 30 évre, akkor bár az András nem volt egy nagy pártvezetője, meg nem volt nagy közhatalmi funkciója, ő, ő benne lesz a történelmi könyvben abból adódóan, mert egy olyan jellegű politikát csinált, amit senki korábban, és szerintem bizonyos szempontból utána se, és eznek egy elévületetlen történelmi érdeme, meg hát a párt, amiben én vagyok, meg aminek az egyik vezetője vagyok, hát azt ő csinálta, tehát azt is el kell mondani. Szerinted mennyi idő eltelte szükséges ahhoz, hogy adott esetben a ti pártotok vezetői egyszer összeüljenek, és visszatekintsenek a közelmúltra, és azt mondhassák, hogy mérleget vontunk, ez a házasítása az ellenzéknek megérte, sikeres volt, sikertelen volt, óriási baklövés volt, szóval mennyi idő kell. Most még mindig azt gondolom, még korai. Egyet értek, ér, hogy még korai, de én egy dolgot mondanék. Szerintem, ha a negyedik, kétharmad vereségét lefordítjuk az összefogás-nem összefogás kérdésére, az önmagában egy hiba. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy pont, hogy olyan jellegű struktúrális gondjai vannak a magyar ellenzéknek, amit nem tudunk lefordítani erre a kérdésre. Én szerintem, ha a tartalom jó lett volna, vagy másképp fogalmazok, ha kikaptunk volna 8 mandátummal, meg x százalékkal, most mondok valamit, 5 százalékkal, akkor lehetett volna arról beszélni, hogy az összefogás jó nem, hogy Márkizai Péter túlbeszélte a kampányt értelemszerűen igen, hogy blab, és akkor lehetett volna ilyen, ilyen jellegű dolgokat mondani, de szerintem akkora volt a bukta, olyan mérhetetlen volt a vereség, hogy nem lehet ilyeneket mondani, mert ennél nagyobb a baj. Azokat az ellenzéki kollégáimat, akik szerint pedig a tehát, te, néha a matematikát nem értem, hogy emberek nem tudják a fejükbe kezelni. 2019-ben az önkormányzatin voltak városok, például a Szombathely, ahol nyert az ellenzék, hasonló média viszonyok mellett. Majd 2022-ben ezekben a városokban vesztett az ellenzék, mondom, hasonló média viszonyok mellett, majd leülnek, azt mondják, hogy a médiaviszonyok tehetnek róla. Értelemszerűen a 800 ezer korábbi ellenzéki szavazó, aki eltűnt, nem a média viszonyok tűnt, miatt tűnt el. Tehát ezek, ezek, ez, ez idegesít igazából ma az ellenzéki kollégáim, hogy rengetegen olyan önfelmentőek, hogy, hogy ugyanúgy folytatják, mint ahogy abba hagyták, hogy nem mondják el, hogy mi hibás, mi nem hibás, és én ezt, ezt, ezt problémának látom. Azt sem mondják el, hogy adott esetben Orbán Viktor politikai vagy államférfiai képességei messze átlagon felüliek, nem csak itt hanem Európában? Ezt, ezt ciki lenne egyszer bevallani? De hát, na, bocsánat, tehát szerintem az, hogy a ö, formájú az ilyen jellegű tényeket nagyon, tehát lehet persze cáfolni, csak akkor senki nem fogja az embert komolyan venni. Az, hogy Orbán Viktornak rendkívül nagy politikai képességei van, most lehet, hogy le fogják írni a mozgó világba, hogy ezért is kollaboráns vagyok. Ezt azért nagyon tehát így a negyedik két harmad után olyan kicsit... Én nem cs... akarom kimondatni vele, de, de, kimondom, értél. De nem, kimondom. Tehát olyan suta dolog ezt cáfolni. Hát már bocsánat, hát persze, hát értelemszerűen egy rendkívül jó képességű ember. Öm, én szerintem amúgy... Szerintem akkora volt a vereség, és ez, ez viszont egy szerintem... Nem, egy, nem sokan mondják ezt az előtt, szerintem akkora volt a vereség, hogy ezt valójában nem is Orbán Viktor nyerte meg ezt a választást, hanem az ellenzék vesztette el. Tehát szerintem itt ellenünk szavaztak nem is Orbán Viktorra. Akkor ugyanaz történt meg reciprok módon, mint ahogy Tarlós ellen és Orbán ellen szavaztak karácsonyért a mesteri választáson. Nem, nem, érezted azt, hogy ott az O1G ültette karácsonyt a székbe? Szerintem az egy jó kampány volt amúgy, meglepő, úgyhogy én a Karácsony Gergőt nem nagyon szoktam dicsérni, de az egy, szerintem egy jól végig kampány volt több szempontból is. Öm, szerintem a szombathely jobb volt, de most ez mindegy. A a, szerintem most, most volt egy protest szavazat az ellenzék ellen. És szerintem ezért lett a Fidesznek ilyen nagy győzelme. Szerintem Orbán Viktornak jelenleg a legnagyobb ellensége az az, hogy a téridő komplexum az egy bizonyos irányba halad. És minél tovább van valaki, annál nehezebb újráznia. Mert egyszerűen akármilyen képességűnek, vagy gondolom, feltételezem, nagyon jó véleményel vagy a miniszterelnökről, az idő miatt Egyre halmozódnak azok a problémák, amiket nem tud megoldani, és ez előbb-utóbb ki fog bukni. Úgyhogy én, a, én nem gondolom, hogy Orbán Viktor, ez a vereség azt jelenti, hogy örökre ö, marad. De azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan szintű veresség, ami az ellenzéki politikának az alapjait kérdőjelezi meg, és mondom, egy tulajdonképpen egy protest szavazás volt ellenünk. De ez a tér kontinuitás, amit mondasz, ez ott dől meg, hogy rengeteg. 20-30 éves szavazókorú állampolgárral beszélgettem, akik egyébként full-apolitikusak a, a hétköznapi életben. És rengetegen azt mondták, hogy hát olyan régóta van már egy ember, ez, ez nem sportszerű és sokan azért mondták, hogy ha majd mennek, akkor azért szavaznak az ellenzékre, mert hogy hát adjunk már nekik is egy esélyt. Tehát nem, nem gazdasági, nem politikai, nem racionális alapon, a sportszerűség mondatta ezekkel az embereket többen voltak, csak az ismerettségi körömben is. Itt megdől az a tér téridőkontinuitás, amiről, amiről beszéltél, mert ott az azt mondatta volna, hogy túl sokáig van valaki, takarodjon. De ezzel egyet értek. tehát én ezt próbáltam mondani, hogy a téridőkontinuitás az, az ellen, Orbán Viktornak abból a szempontból, hogy már nagyon régóta van. Hát Orbán Viktor abból az, szempontból egy utolsó mohikán, hogy ő a rendszerváltoztatás politikai generációjának egyik utolsó tagja, aki talpon van, ő, illetve a közvetlen környezete, tehát a Fidesz vezetése, a Kövér László, a Varga Mihály. Vicces, hogy aki első és utolsó mohikán is egyben. Így van, igen, igen, egy ilyen keretes, de hogy, de hogy ő, tehát szerintem az a generáció, szerintem akkor fog lezárulni a rendszerváltoztatást követő ö, politikai korszak, amikor Orbán Viktor nem lesz többet miniszterelnök, azért, mert ő, igen, bizonyos bizonyosan ő nyitotta ezt a korszakot, és ő fogja lezárni. Látsz utódot? Szerintem ez nem így működik a politikában. Ö, nem így működik, de az emberek beszélgetnek erről. Szerintem mindig lesz valaki, mindig van valaki meglátjuk. És Magyarország azért minden túlélt már, tehát túl fogja élni azt is. Azok a témák, amiket felkarolsz, felkaroltok. Azt vettem észre, hogy tudatosan, könnyen megszámlálható témák, viszont azt nagyon hangsúlyosan toljátok. kell -e az az életben maradásotokhoz négy év múlva, hogy tudjatok, tudjanak az emberek ügyeket társítani hozzátok, mert ez tud karaktert adni abban a masszában, amiben most szerintem az LMP és a Momentum ki akar törni abból a masszából. Jó út lesz-e, és ebbe beleillik-e a pártnak a névváltoztatása? Igen, alapvetően szerintem nekünk két dolgot. Én inkább úgy kezdeném, hogy a politika szerintem egy érdekképviseleti kérdés is, és ez nagyon háttérbe szorult az utóbbi négy-öt évben. Vannak társadalmi csoportok, azok szavaznak pártokra, hogy az érdekeit képviseljük. Ez így volt a magyar politika történet jelentős részében. Nem véletlenül volt a szociáldemokrata vezető politikus, a Kétlianna gépíró nők szakszervezetének a korábbi vezetője, mert egy konkrét társadalmi osztályt képviselt. Jó is, hogy a szociáldemokráciát mondod, mert tipikusan olyan ügyeket karoltad. Ezt akarom most. mondani, hogy szerintem az LNP-nek két dolognak kell lennie. Az egyik Magyarország zöld pártja, ez a névváltoztatás, tehát hogy nevezzük a nevén a gyereket, mondjuk ki, hogy ki, ki, a másik pedig a Magyar, Magyarországon a közalkalmazottok érdekét pártja. Ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek az államat fizetést, a közigazgatásban dolgozó, az önkormányzati dolgozóban, a rendőr, a tűzoltó, a szociális dolgozó, a tanár, ezeknek, akiknek az állam adja a ö, bérét, ezeknek a, az, a, az a pártja, ami elmondja, hogy az állam adjon több bért. És ezt lehet ilyen nagyon egyszerűnek gondolni, de szerintem ez a, ezért kapjuk a fizetést, hogy olyan emberekért szólaljunk meg, akik amúgy választópolgárok is részt vesznek a társadalomban, és ezek az emberek részt vesznek, és amúgy a kormány bizonyos gazdaságfilozófiai okok miatt nem annyira szeret nekik pénzt adni. Én látok egy olyat is, aztán majd maximum ellenkezel, hogy annyira szűk utcába terelte magát ez a párt az eredeti névadásával, hogy lehet más a politika, amit hogyha teljesen kidobtatok volna, akkor közröhely tárgya lett volna, hogy most egy teljesen új néven mentek. Ezért megtartottátok, de valamit hozzá kellett oldani. Ez Én inkább egy ilyen praktikusokat is érzem. Ez, a, ez amúgy így nem. van, így van, tehát az LNP betűszót ismerik az emberek, a lehet más a politika részben. Tehát ez mindig egy vita volt párton belül, hogy ez mit jelent a tartalmat vagy a formát. Alapvetően szerintem a tartalmat jelenti, nem a formát. Tehát a bázisdemokrácia, mi majd nem úgy működünk, a politikának vannak szabályai, és ezeket a szabályokat kell alapvetően betartani, szerintem a más része itt a tartalomban van, nem a formában. Az imént egy olyan kérdést tettem fel, hogy mennyi idő szükségeltetik ahhoz, hogy tisztán lássatok majd, vagy nézzetek vissza a 2022-es tavaszi választásokra. Engedj meg, kérlek, egy olyan témát, ami Tudom, hogy nem ugrassz el előle, de talán kevésbé szoktak vele ö, traktálni. 2000... mikor is volt a coming out-od? 10... Hát én nem tudom, hogy Mert pontosan nem tudom. bevallom őszintén. Szóval mindegy, több év eltelt azóta. Ö, annak fényében, hogy itt különböző törvényeket szeretnek átkeresztelni, szintén a leegyszerűsítés jegyében volt itt már törvény, és ugye melegelenes törvénynek, kezdték el nevezni azt a bizonyos törvényt, amely ugye a pedofilia megfékezése, megfékezéséért született. Úgy látod, hogy ez melegellenes törvény, vagy úgy érzed, hogy, hogy egyszerűen ez egy gumicsont volt előtt, és most már ezzel senki nem foglalkozik. A te mégis más szerintem ez a, ez a válasz, vagy ez a vélemény. Hogyan érzed magad egyébként a 2022-es Magyarországon homoszexuálisként? Én biztos mert privilegizált közegből származom, engem ezzel kapcsolatban nem nagyon bántottak. Van egy történet, hogy el szoktam erről beszélni az előválasztási kampányról, hogy álltam kint a szombathelyi főtéren, forrólapos, most előtt egy férfi, egy idősebb úr, és rám nézett, és láttam, hogy gondolkodik, hogy én ki lehetek, és megszólalt egy csak, hogy maga! Maga az a buzi, ne? És mondtam, hogy igen. Mondta, hogy nagyon drukkolok. És ott rájöttem, hogy ő nem bánt állításból akarta nekem mondani, csak valamit keresett, amivel be tudja azonosítani az arcot meg a nevet az agyába, és ez, a, ez volt a neuronokba, ami összement. Az emberek fejében ez nem társul, szerintem az emberek többségének fejében, még nem. akár ez a szó is. Nem, 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 de teljesen utána, utána elmondta, nem, te hogy rossz. Utána az volt vele a probléma valójában, hogy szerintem nem értette meg, pedig nagyon próbáltam neki elmondani az önkormányzat meg az országgyűlési választás közti különbséget, és 85-szer elmondta nekem, hogy a Jóskáról lakó telepen nem viszik el időben a szemetet, amivel ugye valójában nem nagyon tudok mit kezdeni. Tehát ez volt a valódi gond. De a, 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 igazából azt akartam mondani, hogy szerintem ennek a rádiónak alapvetően konzervatív hallgatói vannak, úgyhogy a megértéssel szeretném kezdeni. Megértem azt, és engem is idegesít. Hogy van egy bizonyos szempontból imperialista logikájú, nyugati nyomulás a szexuális erkölcsök vagy a szexualitás kapcsán, ami idegesíti az embereket, és amitől abból a szempontból meg akarják védeni, most ezt idézem a gyermekeiket, hogy ők akarják elmondani, hogy mi helyes és mi helytelen. Szerintem ez érthető. Én is ideggörcsöt szoktam kapni, hogy tényleg a Netflixben már mindenki egy transzleszbikus törpe, tehát, hogy, tehát a te, teljesen abszurd és kontextuson kívüli. Van egy ilyen. És ö, attól meg különösen rosszul vagyok, hogy ö, volt egy ilyen régi marxista tétel, ami szerintem egyértelműen meg bebizonyosodott, ugye azt mondták, hogy a rendszerellenes mozgalomnak a szimbólumait a tőke el fogja kezdeni a rendszerben kihasználni, hogy pénzt keresen. Hát a meleg mozgalommal konkrétan ez történt. Az a 60-as évek vége, 70-es évek egy rock rendszerellenes mozgalom van. mozgalomban, most meg a Deutsche Bank szivárványos. Tehát azért erről is beszélni kell tudni, hogy ez, ez micsoda ez a ez a, és, hogy, és hogy valami, amit a Deutsche Bank magára rak, az nem tud rendszerellenes lenni. Tehát ennek már nincs, és ennek a szerintem parodisztikus csúcspontja, amit a leginkább az egész magyar melegmozgalom meg liberális közösséggel én nem értettem egyet, és nagyon félgesítettem magam. Nem tudom, emlékszel, az is pár éve volt ez a Coca-Cola csokolózó férfiak Igen. a metróba. Milyen érdekes, hogy Teheránba, meg Moszkvába nem rakják ki. Itt pont, pont lemérték, hát ezek nem hülyék, hát nagyon értelmes emberek dolgoznak ott, pontosan lemérték, hogy, és a budapesti metróba, azt se tiszezúkba rakták ki, pontosan lemérték, hogy Budapesten ez még tűnik egy kicsit bátornak, de társadalmi többsége van, és jól lehet vele kólát eladni. Ennyiről szólt. Tehát ezeket, ezeket a kritikáit a konzervatív közegnek teljesen megértem, és tök Legitimnek tartom. Jól érzem, hogy az LMBTQ lobby Ungár Pétert levette, bármikor is voltál egy listán onnan le, vagy véve? Hát szerintem én voltam hogy használ, abból a, abból, emberek, abból a szempontból egy első, első szám, vagy egy nagyon érdekes, arra viszont emlékszem a coming out hogy out -olok. elmentem egy rendezvényre, majd a Pride elhatárolódott tőlem, azt szerintem így 24 óra belül nagy ö, ö, teljesítmény. De a másik, amit mondanék én ezeknek a konzervatív embereknek, hogy ezt megértve, a azt viszont tudni, érteniük kell szerintem, és szerintem valójában érti mindenki, tehát hogy ezt azért mondjuk ki, hogy a tubusban nem lehet visszarakni a fokrémet. Tehát az a fajta társadalmi berendezkedés, ami valójában szerintem sose létezett, de ezt a, ez a, ami ugye ebbe a piktogramban van, amit a jobb oldal szokott használni, hogy papa, mama, gyerekek, megszűnt. Tehát nincs. Tehát ez már nem lesz újra a gyermekek 47%-a házasságon kívül születik, és mozaik, családok vannak. Mindenki elvált és újra házasodott. Nem mindenki, de statisztikailag rettentő nagy többség. Hát a Novák Katalin mindig mondta, hogy mennyivel nőttek a házasságok számai. Jelenleg a csok miatt megnövekedett házasságok számainak több mint 60%-a olyan házasság, ahol az egyik félnek ez már a második házassága. Tehát valójában az, hogy a házasság egy élethosszédlan tartó intézmény legyen, nem, nem, nincs egyensúlyba azzal, ahogy a, a, ez a gondolat, ahogy a magyar emberek valójában élnek. És szerintem ezt meg ki lehet mondani, hogy megváltozott a család struktúrája. Kérdése, hogy gond -e vagy megtévesztés ö, valamire törekedni, még akkor is, ha tudjuk, hogy, hogy megváltozott a világ. Alapvetően talán inkább kis túlzással evolúciós kérdés lett, hogy egy ember utitársként tekint ma már több társra az életében, ahogy, ahogy előre halad, én magam is elváltam, tudok erről mesélni, mint, mint, az a világ, amikor egyébként tisztelen becsülöm azokat az embereket. Attól még követendő példa lehet. Csak szerintem a házasság meg a szerepe megváltozott. Ugye régen a házasság, na és akkor itt fogok olyan dolgokat, nagy többséget bántja, de szerintem ezeket fontos őszintén kimondani. A romantikus, szexuális szerelmen alapuló házasság egy rendkívül modern dolog, ami a magyar emberek többségének az életébe, ha megnézzük az ezer éves történelmünket, nem volt valóság. Hát mi a paraszti mondás? Suba a subához, guba a gubához. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy szerelmi házasság van, ez azt jelenti, hogy föld a földdel házasodott, és egy vagyoni kérdés, vagyoni, praktikus, életvitelszerű kérdés volt, amit a közösség döntött el, nem egy magánkérdés. Megnézze, az ember az összes magyar népdalt mindegyik a szeretőről szól. Azért, mert a házasságnak nem a szerelem volt a szerepe, hanem a vagyona meg a családnak a megszervezése. Figyelj, ma úgy lépsz ki a karcefe majd hogy tanultál valamit. Az én barátnőm népdalénekesnő. Igen. Tegnap beszéltünk erről, volt egy dal, és benne volt a szerető. És azt mondta, hogy a néphagyomány szerint az a párod. Igen. Én sem tudtam. De most te is akkor okosodtál egyet. Így van. Tehát ezt ide. a példát már légy szíves, ne innentől, lehet, hogy találsz majd jobbakat, ez most már nem ül. Ö, ez most már nem ül, én ezt a, egy, én is egy népdalénekestől hallottam ezt, hogyha végig gyűjti az ember a... Ö, hát van is tehát tudok is ilyen népdalt mondani, de például nem csak magyar, tudok lengyel népdalt mondani, ami arról szól, hogy Mateus, Hoz elmegy a pajtába, éjszakánként kiszökik. Hát, bocsánat, de hát az értelemszerűen okay. nem a. Világos. Tehát nem, egy, nem, nem a ö, szerelmi házasságról szól, de a, ettől még, amit mondtam, az tényállítás, hogy szerel. Tehát hogy, tehát, hogy nem volt szerelmi házasság. És szerintem most, hogy van szerelmi házasság, és az emberek ráadásul nem 30-40 éves korukig élnek, hanem 60-70-80 éves korukig, egyszerűen megnőtt az idő, amit a másikkal az ember eltölt, mert régen a házasságok 10-15 évig tartottak valójában ugyanúgy, mint most, csak azért, mert az egyik, most nem akarok ilyen nagyon brutális lenni, vagy meghal gyermekágyban, vagy a háború vittel, vagy a tuberkulózis. Tehát nem volt lehetőség, hogy a másik nagyon idegesítsen, mert nem voltak annyi időt együtt. Úgyhogy én szerintem megváltoztak ezek az élettani dolgok, és ebből adódóan megváltozott a család struktúrája. Ebben hajlamos vagyok egyetérteni veled, de hogy ne csak azt mondd, hogy mi a rossz, akkor te milyen propagálását, kommunikálását tartanád a családmodellnek megfelelő módon kormányzati szintről? Szerintem az helyes, hogy a születendő gyermekeket támogatjuk anyagilag, uh -huh. tehát ez meg kell, hogy maradjon. Én, én, a, nem kötném ezt a házassághoz, tehát szerintem a élettársi kapcsolatban, vagy házasságon kívül született gyermekeknek is ugyanezeket a lehetőségeket adnám, de amúgy valójában ezek, és igazából ez is hiányzik szerintem a magyar politikából, hogy ilyeneket kimondjunk, hogy ezek olyan strukturális dolgok, amiket nem tud valójában a politika befolyásolni igazán. Tud valamennyi, valamennyit. Ilyen tendenciákat növelni, olyan tendenciákat, de az, hogy mi a családstruktúra, hogy hogy élnek az emberek. Ilyen alapvető, fundamentális dolgokat nem tud, be nem a politika befolyásol. Ezek ennél mélyebb dolgok szerint. A politika lekövetni tudja? Lekövetni tudja, meg talán valami irányjelzést tud kitenni, de nem, nem, ez, ezek nem, nem, nem pártpolitika, párt ezt nem tudja valójában befolyásolni, és ha már itt tartunk, ugye a, a, én nagyon sokat tanulom, meg nagyon sokat olvasok a 60-as, 70-es évekről. Az egész, amit Magyarországon beat generációnak hívnak, meg azaz megelőző időszakot, 68, az egész háború utáni dolog, főleg az Egyesült Államokban szerintem az a mozgalom, tehát az, az az időszak az egyik legnagyobb hatású időszak, mert hát nagyon jók voltak a zenék abban az időben. Jó, azért rá, rá, rá tettek néhány olyan dolgot, amivel jobban is tudtad élvezni. Így van, így van. Tehát ott, ott azért, amit hozzáittak, meg szívtak, az... Kétségtelenül, hogy a Woodstock egy nagyon fontos gyógyszeripari <laughs> esemény is volt, de, de azért... És az is struktúrális dolgok miatt lehetett az a mozgalom, de azt is, és azt is megértem, hogy, a, hogy régebben sokkal jobban meg volt mondva, hogy milyen egy férfi, milyen egy nő, milyen egy. És most nem, ebben, nem a trans izére akarok beszélni, csak hogy mi a férfi szerepe, hogy kell élni az életét, milyen döntéseket kell meghozni a nőnek, milyen. És ez teljesen összekeveredett, és ez értem, hogy sok emberben, főleg azokban az emberekben, akik nem privilegizált környezetből vannak, ez, ez nagyon frusztráló, ezt is megértem, csak szerintem a... ebben se fog már. Tehát ebben, se... ebben is elképzelünk egy múltat, ami szerintem részben valójában nem volt, és nem fogunk tudni oda visszamenni. Tehát újra ki kell találni ezeket a dolgokat, és ennek a kitalálásnak a vajudásai, ezek a szörnyű ilyen túlburjánzások, amikor én is fel vagyok, tehát hogy elképesztő, hogy J.K. Rowlingot azért támadják Skóciába, mert kimondta azt az egész egyszerű biológiai tényt, hogy ugye a nőknek szokott lenni mondjuk méhük. Tehát, hogy ezek persze rossz dolgok, csak ezek egy olyan dolognak a turbulenzásai, amik Amik um, szerintem a 60-as években elindultak, és ami, aminek voltak azért, tehát hogy voltak pozitívumai, ezt is mondjuk ki. De az egész szexuális felszabadítás mozgalomnak azért nagyon sok pozitívuma van, amivel nagyon sokan élnek a mai napig. Hát a, a Fidesz vezetésének a generációja, azért ez a generáció, ami, ami ettől lett forradalmi, mert ezeket látta. Ezek hosszú hajuk volt, meg hát Orbán Viktor 90ben úgy néz ki, mint valamilyen hippi. Tehát, hogy ez, ahogy ott ülnek az első Fidesz reklámban nagynéném és ott van a gyerekekkel a hosszú haj. A Kost, és a nem... is jobban elhiszem a farmer itt a parlamentben, mint Jakabnak a bőrdzsekit. Hát, de hogy de, Dajstames de, de, de is azért volt Farmer jackie mert részben az ő úgy nézett ki, mint egy, most ezen nagyon meg fog sértődni szerintem, de mint egy német zöld, hát a, a Jóska Fischer járt tornacipőbe, meg Farmer jackie parlamentbe, hát ez ugyanaz a, a, a mozgalomnak a, a leképeződése, és euh, én szerintem mondom, ennek a mozgalomnak, meg ennek a gondolati körnek nagyon-nagyon sok pozitívuma volt, amit kár lenne így, hogy mondjam, a együtt a gyereket kiönteni. Uh... Ha nézzük Magyarország uniós csatlakozását és az azóta eltelt éveket és, lát, és vonunk egy ívet, és a társadalom szemszögéből nézzük meg, nem a politika szemszögéből, akkor való igaz, hogy látunk egy olyan évet, amely az eufóriától elindult, talán valahol stagnált, és most lefelé megy. Ma, ha megkérdezel egy embert, egy olyan embert, aki egyébként nem gyűlölködik Európával szemben, az is kevésbé érzi azt, hogy ez az uniós tagság, ez nekünk ugyanazt az eufóriát jelenti, mint amit jelentett a 2000-es évek első évtizedében. Vannak ellenzéki hangok, mely szerint Orbán Viktor tehet mindenről, Megvannak már az ellenzéknél azok, a, azok az elképzelt forgatókönyvek, hogy Orbán Viktor hogyan fogja az Európai Unióból kivezetni Magyarországot, de ha a társadalom felől nézzük meg, te is látod-e azt, hogy nem arról van szó, hogy a főnök kiadta az utasítást burkoltan, mert egyébként nyíltan Orbán soha nem mondott olyat, hogy innen ki kell lépni. Előnyöket, hátrányokat természetesen mondott, de mindig azt kommunikálta, hogy Magyarország büszke tagja ennek a közösségnek. A társadalom részéről viszont ott már nem kell finomkodni, ott, ott egyértelműen érezni egyfajta ellenállást. El tudod-e azt, hogy a társadalomnak az a része, aki így gondolkozik az Unióról, az nem a főnök által kiadott mondatok vagy utasítások miatt kezdett elfordulni, hanem egyszerűen látja, hogy mi történik ott. És nem kell érteni a politikához, mert ha emberi tényezőket figyelsz, árulást látsz, kioktatást látsz, megleckésztetést látsz, és a bajtársiasság hiányát. Sok esetben most érted, nem fizetjük ki a kerítést, olyan dolgokért akarunk titeket szégyenpadra ültetni, aminek egyébként a többszörösért elfordítjuk a fejénket másik uniós tagállam előtt. Elfogadod-e ezt, vagy te is azt abba a kánonban vagy, hogy, hogy annak köszönheti ez a fajta negatív uniós érzékelés Magyarországon a létét, mert Orbán Viktor ki akarja vezetni az országot az unióba. Először válaszolnék erre, meg Orbán Viktorról csak egy mondatot szerintem kell ebben mondani, és utána beszéljünk erről a kérdésről úgy, mintha nincs Orbán Viktor, tehát Orbán Jó. Viktor nélkül. A elején, ha most Magyarországon kiírnának egy ügydöntő népszavazást, amúgy attól függetlenül, hogy Orbán Viktor mit mond, ha Orbán Viktor sose létezett volna, és kiírnánk egy ügydöntő népszavazást az Európai Uniós tagság a magyar emberek többsége a tagság mellett szavazna. Most is úgy érzed? Így van. Azért, és elmondom, mert minden kritika, nagyon sok kritika jogos. Ennek ellenére szerintem az emberek racionálisan gondolkodnak, hogy igen, ennyi, ezek a bajok, meg amazok a bajok, meg ilyen kritika, olyan kritika, de azért jobban járunk. És ebből a logikából adódó szerintem döntő többség szavazna. És én is így szavaznék, hogy maradjunk tagja az Európai Uniónak. A NATO meg még inkább. Akármit gondolunk az Egyesült Államokról, a jelenlegi elnökről, bárki bármit gondolhat, a NATO-nak 80%-os támogatottsága van minden mérés szerint, mert az emberek pontosan tudják, hogy Magyarországnak ahhoz, hogy biztosítsa a határait, főleg, hogy háború van a szomszédban, kell egy erős katonai szövetséges. Más opció meg nincs. De, és azt is gondolom, és ezt akartam még Orbán Viktorról mondani, hogy Orbán Viktornak az egy tudatos stratégiája, hogy ő legyen a rossz gyerek az osztályban az Európai Unióban. Ezt ő azért csinálja, mert így tud Neki az a stratégiája szerintem, hogy így tud Magyarország a súlyán felül érdekérvényesítő lenni, hogyha ő az, aki kimondja először azt, amit mindenki gondol, energi az energiaembargó ellenesség tökéletes példa erre, egyértelműen látszik, hogy Németország ezt nem akarja, a kancellár nem tudja kimondani ezt így pacekba a koalíciós partnerei miatt, Orbán Viktor kimondja, és a németek meg megoldják, hogy ne legyen. Tehát ebben azért van egy játék, de Orbán Viktor direkt azt a szerepet játsza, hogy ő az, aki ezt kimondja. Szerintem azért, mert ezért a németektől tud kérni valamit cserébe. Tehát ennek racionális okai vannak. De az Európai Unió nálunk, és ez nem Magyarországon van így, és szerintem Magyarország közbeszédjével a egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon keveset beszélünk, hogy mi van a szomszédos országokban, pedig nagyon hasonló dolgok, mert onnan tudunk tanulni. Ez nem Magyarországon van így egyedül. Elviszlek egy. Gdansk mellett Elblong településbe egy kocsmába, és leültetlek, ugyanezt fogod hallgatni. Ugyanezt mondják ott is, ugyanezt mondják a szlovákok, a csehek, a románok, meg a horvátok is. Azért, mert az van, hogy mi beléptünk egy klubba, ahonnan a régi tagok egyértelműen azt gondolják, hogy nem tudunk késsel villával lenni, hogy minket meg kell regulázni, és van igenis Kelet-Európával szembe, és nem szeretem ezt a közép kelet európázást mert mi Kelet-Európa vagyunk, legyünk erre büszkék, mindenki coming out magába, hogy ő Kelet-Európai. Tehát azért, mert minket lenéznek a nyugat-európaiak, és ez nem csak Magyarországra van, hanem az egész régióra. És ezt érezzük, minden id innen jön. Ö, igaz, tehát, tehát olyan, kétségtelen igaz, hogy olyan Módon beszélnek velünk, ami tisztelet, a tisztelet hiányát jelenti. De nem csak velünk néz meg a lengyelekkel, vagy a korábban a szlovákokkal, ott mindig változattól függ, hogy mi történik, hogy beszélnek. Ez egyszerűen azért van, mert a nyugat-európaiak lenéznek minket, mert van egy belső orientalizmus. Nálunk pedig az elit, korábban a Fidesz is ilyen volt, most már talán nem, de az elit egy része, és ez egy bolgár filozófusnak a gondolata, csak hogy nem, nem én találtam ki abból veszi a saját legitimitását, hogy ő tudja a nyugathoz való felzárkózás receptjét, és ennek a receptnek a birtokosaként tudja a saját elit pozícióját igazolni, és ezért van az, ez, a, ez idegesít, engem a magyar ellenzékben amúgy ez idegesít a legjobban, ez a gondolattalan nyugatozás. Tehát az olajembargó vita most arról szól, tehát, hogy próbáljunk meg egy kicsit realisztikusabban beszélni a dolgokról, mert szerintem akkor az emberek komolyabban vesznek minket. Ez arról szól, hogy van két lobby. Van az orosz energialobbi, aki fizet brüsszeli lobbistákat, hogy az orosz energiaiparnak megfelelően alakítsák. A, győtés. a Gazprom elnökségében is ott van. Így van, a Gazprom a Fion, a Schröder, van egy ilyen lobby, és van egy amerikai energialobbi, ahol ugyanúgy ben vannak az emberek. És ezek harcolnak azért, hogy milyen Európai Uniós energiaszabályozás van. Ez a vita nem szól se az ukrajnáros, se világbékéről, semmiről, ez pénzről szól, meg lobbyerőkről szól. Ennyi. Ilyen dolgok vannak az Európai Unióban. Hát az Európai Unió egy. És azért az is, az is nagyon nehéz érzelmileg viszonyulni az Európai Unióhoz. Két dolog. Az egyik, hogy egy olyan állat, ami nagyon nehezen definiálható. Tehát, tehát ugye azt tanítják gimnáziumban, vagy az osztrák-magyar monarhiának három közös dolga volt. a külügy, a hadügy és az erre vonatkozó pénzügy. Minden más az, na most nálunk meg minden közös tulajdonképpen ezt a hármat leszámítva. Tehát egy nagyon <coughs> furcsa föderális struktúrái van, ez az egyik. A másik pedig, hogy milyen minőségű az Európai Unió vezetése. Nem mindenki rossz minőségű szerintem, és ebben a ebben, ha az ember leül Fideszessel, az bevallja, csak a Fidesz médiában nem jön le, hogy például a zsanglódjunk erről lehet sok mindent mondani, meg szerette az italt, meg nem volt egy könnyen azonosulható figura, hülye nem volt. Tehát azért azt nagyon nehéz mondani, hogy ez egy hülye ember lett volna. De hát az Ursula von der leyen bocsánat. Az a politikai alkalmatlanság szobra, akit Angela Merkel mutizott bele a pozícióba azért, hogy a belső párton belüli ellenfelét kirakja Brüsszelbe. Hát van is egy német közmondás, hogy Has do hogyha van egy nagymamád, akkor dobd ki Európába, mert ott nem hallja senki. Tehát, hogy Ebből adódóan. Nem tudok németül bármit elhízek most ebben a fordításban. De szerintem ha hallgatok egy részéget. Tehát hogy tehát egyszerűen most nagyon rossz minőségű is a vezetésnek egy része. Szerintem korábban jobb volt. A Charles Michel amúgy szintén szerintem egy nagyon értelmes ember. Uh -huh. De a nagy része uh -huh. nagyon rossz minőségű, és és ez látszik, a, látszik az embereknek. Tehát egyszerűen a koronavírus járvány alatt, meg a háború alatt nem volt Európai Uniónak olyan jellegű vezetője, aki érzelmileg azonosulható dolgot mondott. Lefordíthatjuk-e az egészet úgy, hogy Brüsszel, vagy a németek, talán így helytálló, azt gondolják, hogy púpa hátunkon a hogyha az olajembargót meg akarjuk szavazni, mindenkinek rossz lesz, nekünk is rossz lesz, az iparunknak is rossz lesz. Ott van a gumicsizmás Orbán, teszteljük le rajta, hogy legyen ő a bad guy, és ha a bad guy esetleg véletlenül sikerrel jár, akkor mégis azt mondjuk, hogy hát ő, ő miatta nem tudtuk ezt az egészet megcsinálni, közben pedig jól jártunk. Pontosan, képzeljük el. Még egy ember, aki viszont szerintem a legnagyobb pozitív csalódás, az a Scholz. Az a német kancellár, szerintem én nekem, akkor ezt most bevallom, édesanyámmal volt egy nagy vitám, ez Angela Merkel megítéléséről zajlik, szerintem lassan kezdtem azt gondolni, hogy neki volt igaza. De én mindig, van egy régi zsidó közmondás, hogy még egy német dolgot mondjak, én mindig ezt mondtam édesanyámnak, hogy zeltenkomtvas is, de Ritkán jön jobb. Tehát mindig azt mondtam neki, hogy bántod a cd st de aztán amikor majd egy más jön, akkor te is azt fogod mondani, hogy milyen jó volt a Merkel visszamenőleg. Ö, és a solc jobb egyértelműen jobb. Ö, német, van, van, gondolata szerintem a német érdekről, és egy nagyon reálpolitikai dolgom. Hát szerintem az az ember beül most az olajan barkovitán, reggel nyolckor az irodájába, és 8 tól 8.50-ig fölhívja őt a Bayer, a BMW, az Audi vezérigazgatója, az összes német nagyipari és a szakszervezetek, ha már itt tartunk, mégis csak a Szociáldemokrata Párt kancellárja és elmondja, hogy ez meg fog minket gyilkolni. És ő meg mivel, mondom, egy koalíciós kormányt vezet, ezért ezt úgy tudja megoldani, hogyha fölhívja Orbán Viktort, hogy Viktor, hogyha megtennéd, hogy ezt újra bemondod, mert akkor tudom nyugtatni a előző ötven embert, aki fölhívott telefonon. Szerintem én így képzelem, hogy ez így zajlik. Elszaladt az időnk, nincs igazából jó végszó, viszont aljas újságírói módon ebben az adásban itt megkérlek, hogy egy másik alkalommal, ha van kedved és idő, gyere vissza hozzánk, és beszélgessünk még, mert nincsennek így vége. Végszó csak hülyeség jut az eszembe, említetted Mateus példáját, aki éjszaka kiment valamiért a pajtába, hogyha Ahmeddel mondtad volna a történetet, ott lett volna értelme másért is kimenni a pajtába. Köszönöm szépen a Bezzeg nézőinek és a rádióhallgatóknak is a figyelmet. Ungár Péter, az LMP frakció vezetője volt a vendégünk. Bár a szemedből azt láttam, hogy talán visszajönnéd, de nem mondtad ki. De, Jó. igen. Köszönöm szépen ezt az ígérvényt. Egy hét múlva ismét találkozunk. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.